Budapest, a születésnapján törték össze nyertes Zsuzsa autóját. A színésznő nemrégiben lett 60 éves, a rendkívüli napot a Vidám színpadon egy előadással ünnepelte. Az este után azonban kellemetlen ajándékot kapott, ugyanis valaki neki ment a kocsijának, ráadásul felelősségvállalás nélkül el is hajtott a helyszínről. Remek estén volt, hiszen azokkal ünnepelhettem, akikkel 35 éves pályám alatt együtt dolgoztam, idézte fel a történteket a színésznő. Este letettem a kocsimat a házunktól pár utcányira, mert nagy hó esett, mi pedig egy eléggé meredek dombon lakunk, ahová így nem tudtam felmenni. Másnap már a leszakított tükör és az összetört ajtó fogadott komoly kár keletkezett. Nem hagyott betétlapot természetesen, a kocsin pedig, mivel 12 éves, nem volt cascó biztosítás. Így most nekem kell kifizetni a több százezer forintos javítást, kesergett a színésznő. Elkeserít ez a történet, én mindig figyelek a környezetemre, azért is beszélek erről az ügyről, hogy felhívjam a figyelmet, legyünk nyitottak, kedvesebbek másokkal.